Sziasztok, üdvözlök titeket én az Emészgárdból. Kiskorival! Sziasztok. Egy új, komoly pilóta jár nálunk, és egy meglepetésre készültünk neki, vagyis nem csak mi készültünk meglepetéssel, hanem a Gergővel, a Hardline X láptartók gyártójával együtt készültünk számára egy, egy különleges termékkel. Ennek a terméknek az a jellemző, hogy még nincs piacon, és most, most ezzel a videóval fogjuk bevezetni a terméket a piacra, ugyanis szeretnénk elismerni a Korinak a, a motorozását és a motorozás tudását, és nagyon örülnénk, hogy hogy ezzel még jobban megy, már így is amúgy marha jól megy, de hogyha ezzel a láptartóval még jobb eredményeket tud elérni. Pár szót erről a láptartóról, Ugye az extrém láttartóról, ne is csak megnyugodtam, mert szerintem egy, egy marha szép cucc, az extrém láptartót már a KTM-nél el, el, elérhettétek, ez ugye a 10 millivel lejjebb, 4 millivel hátrébb, extrém, és ugye van egy ilyen kromolidén bevonatos tengely benne, amit ugye tudtok cserélni, mikor hogyha mondjuk az, hogy egy kicsit az illesztési hézag már nagyobb, ezt virágnyelve kiszopósodottnak szoktuk hívni, de ez nem fog, mert ez ugye cserélhető benne, és eddig nem volt elérhető a bétákra, ugye kori bétával megy, és akkor a, a, a Geri és Kontra mi ezzel a láttartóval szeretnénk megajándékozni, és sok sikert kívánni neki a későbbi verseny Hez, mert hogy lesznek versenyek? Vagy nem? Milyen versenyeken voltál, és milyen versenyekre mész most? Idén a magyar bajnokságban indultam, és a román bajnokságban. Hát a Vagy... magyar bajnokságban én nyomon kísérem el, én is jelen vagyok a bajnokságban, és nem igazán tudott még nem nyerni. A, a román Hard bajnokságban én úgy tudom, hogy ott sem vesztettél még egyszer se. Tudtad, eddig két forduló volt, volt a arsenal és a Pojana és került megnyerni mind a kettőt meg volt egy világbajnoki forduló is. Hát egy látos világbajnoki forduló, ami így, így közben így beesett, azon, á induljunk el, és ott azért ö, ö, szakmai berkekben figyelve, is és, és a közvetítéseket, az időket elnézve, mi a boltból és ö, a, az ismeréseim által azt üzenjük, hogy le a kalappal, mert hogy, mert hogy nagyon jót mentél pár szót a versenyről. Hát, kemény volt, intenzív. <laughs> Imádok vele bármilyen riportot csinálni, mert ennyivel a kérdést. Intenzív, és honnan indultál, hol végeztél? A harmadik sorból indultam, aztán sikerült feljönni a 38. erre. Aztán? Aztán aztán. aztán Na mindegy, innen is gratulálunk. Mi a most, mert hogy elmondtad a mostani programtábládat, ami, ami azért mondjuk azt, hogy úgy erős. Tehát, hogy az elkövetkező négy-öt hetet, de elmondtad a programot, nekem az úgy viszonylag úgy tetszett, de egy pár szóban. Még lesz három román bajnoki forduló, aztán lesz egy pár magyar forduló is. Lesz a Romániex, Ardenduro VB, aztán még lesz, lesz meg Hát lesz, na igen. Tehát, tehát nagyon örülünk, hogy, 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 bejöttél hozzánk. Nagyon örül Geri is, meg mi is, hogy együtt tudunk dolgozni, és aztán majd várnánk valami visszajelzést, az, hogy mi volt, hogy volt, hogy érezted. Elpusztíthatatlan a tartó, úgyhogy pont nektek valahogy hárden durósoknak, hogy na ezt próbáld meg letörni, mert szerintem nem fog sikerülni. Innen is gratulálok, és üdvözlünk mindenkit. Sziasztok!